Üdvözlöm a Turkeve televízió nézőit, és üdvözlöm Hajosné Bornemisza Edit tanítónőt is, aki egy különleges díjban részesült, és Turkevén ő az első, aki ezt a díjat megkapta. Mesélne nekünk a díjról, magáról, meg azt, hogy hol és miért kapta. Hát ez a díj, Bónis Bóna, a Nemzet Tehetségéért díj, három kategóriában adják személyeknek, illetve közösségeknek is adnak. Hát most összesen 60 díjat osztottak ki. Az különböző kategóriákban, ahogy említettem, van, aki az utolsó évben, és akik már több évtizedet csinálják, mint például én is, mi abban a kategóriában kaptunk, hogy több évtizedes munkájáért, hiszen nekem 93-ig nyúlt vissza, amíg össze tudtam versenyeredményeket szedni, és így a tehetség versenyeredmények, de nem csak a versenyeredmények voltak benne, hanem a tehetségekért végzett munka. Tehát itt lehet, hogy például volt olyan is, hogy kérdés, hogy a szülőket hogy vonjuk be a munkába, esen is gyerekeknél, hogy sikerült versenyeredményeket elérni, és ott kisebb versenyeredmények is voltak. És két kollega kellett, aki javasoljon, és a Nemzeti Tehetségközpont úgy látta jónak, hogy én is megkaptam az egyiket, egyik ilyen díjat, és augusztusban volt, tehát ugye most a járvány miatt nyár elejéről áttették nyár végére, Pesten adták át, és Novák Katalin adta át nekünk a díjat, ami még így külön egy nagy öröm volt számomra, hogy is személyesen is láthattam, és el is határoztam egyébként, hogy innentől kezdve én is javasolni fogom a kollégákat, hogy ezt az örömöt ne csak én éljem át, hanem többen az iskolából is, hiszen azt az eredmény, amiket én elértem, tényleg nagyon sokan az iskolából szintén elértek. Ha nem is ugyanazt, természetesen, de hasonlóakat. Beszéljünk egy kicsit a pedagógusi pályáról is. Hogyan jött az, hogy pedagógus lett? Én nagyon gyorsan lerendeztem a pályaválasztást. Az első tanítónénim Kosznáné Duca Katalin volt, és hát én a Kelet-Újvárosi iskolába jártam, aki Turkevi, az tudja, hogy a Damjanics út 2, Batthyány út 2-ben laktunk, ez két ház. És ma is emlékszem, hogy milyen volt az első nap, hogy kezdtük, amikor sok óvodából kapok gyereket, még ma is úgy kezdem én is az órákat, és mire ezt a két házat délben megtettem, míg hazamentem, én eldöntöttem, hogy én tanítónéni leszek, én ezt akarom csinálni. Aztán felsőben volt egy kis idő, amikor meginoktam, akkor orosz történelem szakos akartam lenni, de visszatértem utána az alsóra. És így maradtam továbbra is, hogy alsós tanítónéni lettem. Mi az, ami leginkább megfog ebbe a szakmába? Nem tudom. Minden. Minden. Tehát igazából mondjuk azt azért az a karantén időszak kihozta, hogy az, amikor a gyerekek között vagyok. Mikor rájuk nézek, és látom az arcukon, hogy most tetszett nekik valami. Tehát az, hogy a gyerekekkel lenni. Úgy tudom, hogy idén lesz az utolsó első osztályod, amit végig fogsz vinni. Mi lesz utána? Ezt az osztályt végigviszem, és azután, ha minden igaz, nekem is jön a nyugdíj. Még lesz utána egy éven, de hát akkor már nem kezdek új osztályt. Egy kicsit furcsa is így belegondolni, hogy ők lesznek az utolsó osztályom, még nem tudom, hogy kik. Már nagyon készülök rá. Úgy, mint hogy annak idején az első-első osztályomra készültem. Reméljük, az utolsó osztálynál ez a pandémiás helyzet már nem lesz jelen, és az utolsó 4 év ugyanolyan jól fog eltelni, mint a pandémia előtti évek. Én is bízom benne.